Szeretettel köszöntöm nézőimet, hallgatóimat, testvéreimet. Az iménti ének nem feltétlenül azt az szöveget hozta, amit jól ismerünk a legszebb hajnalról, hanem Christian Zellernek a szövege nyomán egy ilyen tartalmat üzent az iménti dallam. Minden helyen ő van vélem, földön járjak vagy vizen. Írva áll ez igéjében, s én ezt érzem és hiszem. Kérded, ki van én velem? Isten az én Istenem. Ma folytatjuk délelőtt a múlt vasárnap délután elkezdett Ábrahámmal kapcsolatos sorozatunkat. A második állomással tulajdonképpen ugyanott maradunk annál az igénél, a kielindulás, a kihívás igéjénél, erre az énekre asszociálva. Gondolom, hogy Ábrahám szívesen énekelte volna, minden helyen ő van vélem, földön járjak vagy vizen, akármilyen földön, bárhova is hívjon Isten, ott lesz én vele. Mielőtt megismernénk az igét, hallgassunk meg olvasmányként a zsidóhoz írt levél 11. fejezetéből, a hithősök sorából Ábrahámra vonatkozó néhány igeverset. A zsidóhoz írt levél 11. fejezet 7. versétől olvasom. A 8. versétől javítom. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy a meddő sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egy embertől, aki már közel volt a halálhoz, származtak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tengerpartján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Így foglalja össze tehát a hithőseinek sorában Ábrahám érzéseit és hűségét, Istenbe vetett hitét. Jöjjünk most mi is a mindenható Isten elé imádságban, ezért az ábrahámi lelkületért könyörögve. Hajtsunk fejet, imádkozzunk! Örökkévaló Isten, amikor rád nézünk vagy rád gondolunk, nagynak, elérhetetlennek és utolérhetetlennek látunk, tartunk, mint hogy az is vagy. Te adtál nekünk emberi mintákat, akik hozzánk hasonlóan anyától születtek, bűnben fogantattak, és mégis hűségük, hitük, kitartásuk, bizalmuk kiemelte az emberek közül őket, így ismertük meg Ábrahámot is, aki vállalta a sötétbe ugrás, nem felelőtlen, hanem benned feltett bizalommal elkezdett ugrását. Sötétbe ugrott, bizonytalanra ment, nem tudta hová lesz, hol lesz az útjának a vége, de bízott benned, pedig alig ismert. Mennyire kéne mi bízzunk, akik Bibliával a kezünkben az emberi elme határainak mélységéig megismerhetünk téged, az örökkévalót. Bocsáss meg, Uram, hogy hitünkben mégis olykor annyira kicsik vagyunk, gyengék és erőtelenek. Csekély a mi hitünk, mint a tanítványoké volt. Kérem én is, mint ők is kérték, hogy növeld a mi hitünket, erősítsél meg bennünket, hogy az Ábrahám lelkületét örököljük, éljük és adjuk tovább. A beléd vetett hitünk, bizalmunk biztos jeleként. Amen. És most énekeljünk. Thank you.
És most hallgassuk meg ismét Mózes első könyvének 12. fejezetéből azt a néhány verset, amelyek Ábrahám nagy kalandjának első lépéseit tudósítják nekünk. Mózes első könyve 12. fejezet, első 3 verse. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak: menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyel áldást a föld minden nemzetsége. Így szól tehát Istennek ígérete Ábrahámnak, akit kiválasztott, különleges, és csak Isten által látott képességei miatt. A múlt alkalommal ezeket az verseket úgy néztük, mint Isten Ábrahámnak adott parancsolatait: menj ki a te földedből, a te rokonságodból, abból a közegből, abból az életformából, amiben eddig éltél, és valami újat kell kezdjél. Istennek parancsolatai voltak ezek, de a parancsolatokat, ha figyelmesen hallgatok az ígét, áldások követik. És hogyha matematikailag nézzük, a kettő közötti arány következőképpen alakul: 3 parancsra 7 áldás ígértetik. Ez még a londoni 6-3-nál is jobb. Mert nem csak 6, hanem 7 áldást kap az, aki betartja Istennek parancsolatait. Rövidke 3 parancsolatát. Erről szeretnénk most szólni, az áldásokról elsősorban, de még egyszer nézzük át és próbáljuk meg megérteni mindazt, ami a hátterét képezi ennek a 7-3 arányú biztos győzelemnek, amelynek igazi győztese maga Ábrahám lesz. Elsősorban azt kell lássuk, hogy az ígéreteket Ábrahám személyesen kapta. És Isten mindig személyesen szól. Az új szövetségben már kizárólag a személyt szólítja meg, az embert, a teremtményt, és kiki a maga életéért, a maga hitéért, a maga Istennel való kapcsolatáért személyesen felelős. Belegondolhatunk abba, hogy Ábrahámnak igazán megvolt mindene, hiszen voltak nyájai és pásztorai, volt katonasága, mondhatnám 318 fegyverforgató férfi, volt neki felesége is, és volt egy unokaöccse, Lót, mindene volt, de Isten áldást akar adni még ezen felül. Mert mindez csak úgy jött. De az igazi áldás, az Istennel való kapcsolat ezután fog következni. Aztán kiderül, hogy mindennek az alapja a hit. Amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy menj ki, és én akkor ezt megteszem, akkor látjuk a feszültséget a kettő között. Mi, akik csak az áldásokra áhítozunk, nem igazán szeretjük az isteni parancsokat meghallani sem, nemhogy teljesíteni. Nos, figyelembe kell vegyük azt, hogy a hét áldást megelőzte 3 parancs. Így kezdte Isten Ábrahámmal való beszédét: menj ki a te földedből, és én akkor ezt meg ezt teszem. És jön a 7 áldásnak a felsorolása. Gondoljuk meg, hogyha Ábrahám nem megy ki, ahogy a Biblia mondja, nem megy el az ő földéből, nem hagyja ott a megszokott életét, lettek-e volna áldások? Gondolom, hogy logikus, nem. És mégis az ember mai napig is csodálkozik azon, hogy nincs áldás az életén, miközben nem mozdul ki a helyéből, a jól megszokott, komfortos életéből, mindennapjainak saját maga által kialakított rendszeréből. Úgy éli az életét, mintha keresztény lenne, mintha Krisztus tanítványa lenne, csak éppen a parancsokat engedi el a füle mellett, de várja az áldásokat. Nagyon sok ilyen keresztényt ismerek, akik Istent hibáztatják, hogy nincs áldás az életükön, nemhogy 7, de még 1 sem, ők legalábbis úgy érzik, pedig a parancsolatokat még csak meg se hallották, nemhogy teljesítették volna. Egy harmadik fontos észrevétel ebből a hit ügyből az, hogy mindenki magáért hisz. Senki nem hihet másért. És senkit nem kérhetek, hogy higgyen én helyettem. Ezt nem lehet átpasszolni.
ez nem működik. A személyes Isten mindenkinek személyesen szól. És hogyha meghallgatjuk, megfigyeljük a Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt leveléből, a 14. fejezet 5. versének szavait, azt mondja, hogy mindenki legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Ne várjunk másra, hogy majd a nagyapa, aki esetleg gyülekezeti funkciót bírt, vagy éppen lelkipásztor volt, vagy az édesapa, vagy a nagybácsi, az ő hite majd én helyettem is, vagy nekem is fog működni, az én hitem helyett. Ábrahámnak saját hitét várta el Isten. Senki más nem hihetett, és nem lehetett hűséges helyette. És végül még azt szeretném elmondani, mielőtt rátérnénk a hét áldásnak az elemzésére, hogy az Új Szövetség szerint a hitre jutott pogányok mind elnyerik az Ábrahámnak adott áldásokat. Vagyis amikor Isten Ábrahámnak áldást ígért, az tulajdonképpen egy nagyon hosszú távú építkezés volt, olyan hosszú, hogy elért egészen a pogányok idejéig, tehát a Krisztus utáni megtérő pogányok, és nyilván zsidók számára is, és ezek az áldások majd a kereszténységben, Krisztus után nyerik el igazi kiterjedésüket. Így olvassuk a Galata levél 3. fejezetében, a 13. 14. versben. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. És most jön az indoklás, hogy miért történt ez. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Gyönyörű mondat ez tehát, Krisztus megváltott minket a törvény átkától, hogy az Ábrahám áldása rajtunk érvényesülhessen. Hogy ne a törvény átka szorongasson bennünket, hanem a hitünkből, ugye Ábrahám tettének ez a legsajátosabb vonása, hit pedig Ábrahám az Úrnak, és tulajdonítatott ez neki igazságul. Ez a hit, ami számunkra is az Isten előtti megigazolást jelentheti. És gyönyörűen megfogalmaz a Pál apostol. Krisztus tehát azért lett átokká értünk, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen, hogy megkapjuk a lélek ígéretét. Így működik tehát Isten terve. Nagyot ad, nagyot is vár el. Nagyot. Hát csak az, hogy higgyünk. Csak az, hogy legyen személyes hitünk. Legyen személyes kapcsolatunk Istennel. Hogy legyen hűség az életünkben, ha egyszer elindultunk ő vele, akkor járjunk is ő vele. És akkor most nézzük a meccs eredményét, a 7-3-at. A 7 áldásnak, talán önmagában a 7-es szám is a teljességet mutatja, vagy ígéri számunkra, a 7 áldásnak a következő képen látom kiterjesztését. Először is Isten ígérete így szól, menj ki a te földedből, és én majd adok egy földet, mutatok neked egy földet. Szóval az első áldás az volt, hogy ahelyett, amit elhagy, Ábrahám kap egy másik földet. Menj a földre, amelyet én mutatok neked. Mi tudjuk, hogy ez egy valós földrajzi helyzet volt, vagy helyszín, a mai Izrael. De hát Ábrahámnak fogalma sem volt, hogy hova megy, talán nem is nagyon hallott még arról a földről, vagy nem is ismerte azt. És egy idő után annyit tudunk róla, hogy mindössze annyi volt az övé abból a földből, hogy egy temetkezési helyet vásárolt. Isten azt ígérte, hogy az övé lesz és az utódaié. De ő, mint úttörő, úgy hatolt be az idegen földre, hogy igazából a jövőt képezte, és a jövő reménysége élt benne, meg éltette őt. Hogyha folytatjuk a zsidókhoz írt levél olvasmányban elkezdett szakaszát, ezt halljuk. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Azon a földön, ahova Ábrahám is elment. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Ábrahám is visszafordulhatott volna a szülőföldjére. Így azonban, folytatja a zsidókhoz írt levél szerzője, így azonban jobb haza után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyeli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített.
Így olvassuk és így látjuk. A Föld igazából nem is az volt, ami az Izrael földrajzi valósága. Egy sokkal távolabbi és teljesebb, komplexebb meghatározást takar ez a kifejezés, hogy Föld. Ez már egy örök Föld, egy örök élet, egy ma még láthatatlan, de vágyva vágyott mennyei otthon. Jézus hegyi beszédében az boldog mondások közül kiderül, hogy a keresztények, az ő követői is kapnak földet, hiszen boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Azt a földet, amit Isten Ábrahámnak is megígért. Azt a földet, amit nem most itt ezen a földön, és nem ezen a múlandóságra ítélt sárgolyón fogunk megkapni, hanem egy jövőbeli ígéretnek a beteljesedéseként. Egykor a keresztények valódi földet fognak örökölni. A Biblia így mondja ezt a Jelenések könyve 21-ben, hogy új ég és új föld. Ez lesz az Isten ajándéka az emberiségnek. De erre az új égre, új földre pontosabban új emberek is kellenek. Megújult életű, újjászületett emberek. Mert mások nem fogják örökölni ezt a földet. Csak akik hitben, hitáltal megigazultak, és kedvesek lettek Isten előtt. Számítasz erre a földre? Kedves nézőm, kedves hallgatóm. Vagy olyan viszonyban Istennel, hogy az ígérete, hogy egykor földet, örök földet fogsz kapni, hogy ez valóság legyen? Mert míg ez nincs, akkor semmit nincs. Mert ez a föld, ez az élet elmúlik. Isten második ígérete, áldása Ábrahámnak az, hogy nagy nemzetté teszlek. Nagy nemzetté. Öröm látni sokszor a mostanában szokással levő családok, családi találkozókat, ahol 50-en, 70-en, 200-an, vagy még annál is többen összejönnek, egy-egy nagy család, ki kell vegyenek egy egész hotel sokszor, hogy meg elférjenek és találkozzanak. Bizonyára mindenki szeretné, ha sok utódja lenne, sokan emlegetnék majd áldással az ősök nevét. Az Ábrahámnak adott ígéretek a teljes történelmen áthatolnak. Igazából Istennek ígérete, hogy nagy nemzetté teszlek, ez majd a keresztényekben valósult meg. Ábrahám egyetlen fia, meg két unokája, meg 12 dédunokája, ez még nem nagy sokaság, de a keresztények sokasága, ezrei és százezrei, azok már mind Ábrahám fiaiként a nagy nemzetnek az alkotó részei. Ma több nemzet vallja magát Ábrahám leszármazottjának, az izraeliták is, a keresztények is, és az edomiták is. Ma már ők nem igen eliteznek, vagy nem ismerjük őket, tehát valóban nagy nemzet, sok nemzet, többféle népnek az atya volt Ábrahám. De mindez nem is annyira számít, mint inkább az, hogy lelki nemzete is van Ábrahámnak. Hiszen a római levélben Pál apostol Ábrahámról szóló nagy ívű tanulmányában úgy nevezi Ábrahámot, hogy ő a zsidók és a pogányok atya. A megsokszorozódás, innen látjuk tehát, hogy Isten tervének a része. Isten úgy képzeli el, úgy tervezi az ő országának földi felépítését, hogy a kicsiből nagy lesz, a kevésből sok, megsokszorozódnak a dolgok. Ezért kapja az ígéretet Ábrahám is, hogy nagy nemzetté teszlek. És hogy ez hogy történt? Hallgassuk meg a Cselekedetek könyvének tudósítását, először a második fejezet 47. versét. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép, tudnélik a jeruzsálemi gyülekezetről van szó, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Boldog idők. Aztán kicsit arrában 4. fejezet 4. versében. Azok közül, akik hallgatták az ígét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re nőtt. Ez hát Isten terve, a megsokszorozódás. Ábrahám ígéretei nem akkor, nem rögtön, nem azonnal valósultak meg, de Krisztus után, a lélek járadása után. Egyre többen, százak és ezrek, és ma már milliók és tízmilliók vallják magukat Ábrahám hitbeli örökösének. Harmadikként a személyes áldást kapta meg Ábrahám. Megáldalak téged, így szólt neki az Úr. A harmadik áldás tehát az, hogy téged áldalak meg, személyesen téged. Nem tudom, nekünk baptistáknak mennyire visszhangzik ez a megáldalak téged, köszönés vagy áldás, bocsánat, hiszen a köszönésünkben is ez
köszön vissza, ez visszhangzik, áldja meg az Úr. És Isten ígérete az, hogy megáldalak téged. Tehát az ilyen köszöntés nem levegőben mondott képzelgés, hanem valóságos alapja van, bibliai alapja, Isten ígéretet tett Ábrahámnak, hogy megáldalak téged. Személyesen téged. Mi pedig ezt tudjuk egymásnak kívánni, legjobb, legdrágább kívánságként. Áldjon meg az Úr. Mekkora érték lenne, és milyen boldogító, ha mindezt, minden ilyen köszönést megfontoltan, meggondoltan és szívből mondva tennénk. Úgyhogy a kívánság valóban az legyen, hogy áldás legyen rajtad. Nem csak fél fejjel, vagy fél fordulattal odafordulva valakihez, közben háta mögé nézve, kezünket messziről odalökve egy köszöntésre, hanem őszintén kívánjuk szívből, hogy áldjon meg az Úr. És ezt naponta többször is, vasárnaponta még többször gyakorolhatjuk, őszinte, szívből jövő jó kívánságként. Az Ószövetség embere nyilván az áldást, a megáldalak téged formulát az anyagi javak sokszorozódásában értette, vagy arra értette, és azt is várt. A hosszú élet, egészség, békesség, jó termés, sok gyermek. Igen, ezek mind-mind jelzések voltak arra, hogy Isten megáldotta azt az embert, de az idők változtak, és Isten terve más irányt vett, pontosabban az Új Szövetségnek már másképpen ad áldást, nem feltétlenül az anyagi javak, a múlandó anyagi javak lesznek Isten áldásainak a jelei. Hogyha megfigyeljük és meghallgatjuk megint csak Pál apostolt, aki az Efézusi levélben összefoglalja ezt az átváltást, az Ó és az Új Szövetség közötti váltást, itt ezt olvassuk. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Minket is megáldott a mennyei Atya lelki áldásokkal a Krisztusban. Áldás tehát nincs Krisztus nélkül. Csak rajta keresztül, csak általa. És az áldást ma már úgy kell értékelnünk, és az az igazi értékes áldás, ami lelki áldás, ami a belső békességünket, a hitünk megerősödését szolgálja, a Biblia ismeretünket, vagy az Istenhez való hűségünket, a szorgalmas és hűséges Krisztus követést. Ezek azok az áldások, amelyeket ad Isten ma népének. Emellett csak ráadás az, hogy jólétben, békességben élünk, nem kell éheznünk, nem kell hontalanul bolyonganunk, hiszen Isten népének tudtommal mindig és mindenhol van, aki segítsen, van, aki segítőkezet nyújtson, nem marad senki áldás nélkül. Hát áldja meg az Úr, drága testvérem, elsősorban lelki javakkal, és ha Isten országát keressük, így tanuljuk Jézustól, akkor mindent megkapunk e fölött, mindent, amire szükségünk van. Negyedikként nagy nevet ígér Isten Ábrahámnak. Nagy nevet. A név és a hírnév, mert a nagy név tulajdonképpen észrelenti, hogy hírnév, mindenki számára azt hiszem, hogy nagyon vonzó, kívánatos áldás lehet. Nagy neve legyen, híres legyen, mindenki ismerje. Mit meg nem tesznek ezért az emberek sokszor a legnemtelenebb dolgokat is, csak hogy egy címlapra kerüljenek. A nagy név ellentéte a névtelenség. És ez nagyon rossz. Ha valakinek nincs neve, talált gyermekeknek nincs nevük. Mert a szülő, aki felelős azért, hogy nevet adjon a gyermekének, lemondott erről a lehetőségről, otthagyta a gyermeket is, az újszülöttet önmagában is rettenetes. De akkor, ha más nem, a kórházi alkalmazottak, akikhez eljut ez az újszülött, ez a gyermek, adnak neki nevet. A mindennapok világában, tehát a dolgaink, a technikai dolgainkban is vannak olyan márkák, nagy nevek, amelyek vonzák az érdeklődőket és az árakat is emelik. Meg vannak úgynevezett no-name márkák, így szoktuk mondani, nincs neve, tehát nincs semmi értéke gyakorlatilag. Mert a név kötelez, a név számít, a hírnév nagyon fontos sokak számára. A Bibliából kiderül, hogy Ádám nevet ad a feleségének, Kain fiáról, Hénokról nevezi el azt a várost, amit épít, és általában véve
a névadás a Bibliában, a név maga mindig is fontos. Jézusnak is volt egy mellékneve, amiről a sok más kortárs Jézus közül meg tudták különböztetni, Názáretinek nevezték. Így olvasjuk János evangélium a 18. fejezetében. Jézus tudva mindazt, ami reán vár, előlépett és így szólt hozzájuk, ez a Gecsemáné kerti éjszakán van. Kit kerestek? És azok így feleltek, a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Mert neki is volt neve. Nagy neve volt neki. És az a név, hogy Jézus, minden név fölött való. Mert ő hűséges volt, megalázkodott, meglevetkezte istenségét, és úgy szolgált közöttünk, emberek között. És ezért Isten nagyra emelte őt, és olyan nevet adott neki, amely előtt minden tér meghajol. Mert a név, a nagy név, a hírnév, az igen, ezt hozza, meghajolnak előtte, térdre borulnak előtte. Ábrahám nagy névvel bír a zsidóság körében elsősorban. Ábrahámot mi keresztjének is nagyra tartjuk, nagyra értékeljük. De az igazi nagy név számunkra az, aki Ábrahámból született. A nagy név Krisztusban valósult meg. Ábrahám híres volt az ő korában, gazdag volt, ismert volt, de még mindig sokkal alatta maradt annak a névnek, akit Názáretinek neveztek. És milyen jó tudni nekünk, hogy a neveink beírva vannak az életkönyvébe. Így olvasok a jelenések könyvében, aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek róla az én atyám és az ő angyalai előtt. Aztán az ötödik áldás. Éppen ez, hogy légy áldássá. Ez a vágya, ez a kérése Istennek, hogy áldássá teszlek. Hogy légy áldás mások számára. Nemrégiben is beszéltem arról, milyen jó érzés egyik másik emberrel, még fiatal korban, főleg amikor alakul az ember jelleme, egy-egy férfi testvért látni, egy-egy ember, talán nem feltétlenül hívőként, mégis sugárzik belőle valami erő, valami jóság. Ha pedig hívő ember, annak a hite, annak a hűséges kiállása még inkább segítségére lehet annak, hogy ő áldás legyen a környezete számára. Hogy profitáljunk belőle mi, akik körülötte vagyunk. Ábrahámtól kezdve mondhatjuk mindnyájan, hogy az Isten célja az, hogy áldássá tegyen bennünket. Hogy miként a 23. Zsoltár szavaiban túl csordul a hála már a Dávid szívében, úgy csorduljon túl az áldás belőlünk, amit Isten belénk helyezett. Így leszel áldássá, te is testvérem. Ha nem annyit kuporgasz, gyűjtözgetsz össze, ami a mellé zsebedben elfér talán, hanem amikor Isten áldása bőven árad, megnyitod a szívedet, hogy megteljen, és bőven túlcsorduljon, másoknak is jusson. Innentől kezdve talán most már megértjük, hogy miért a hatodik áldás, egy ilyen furcsa és kicsit keménynek tűnő isteni megnevezés, hogy aki téged megáld, megáldom, és aki téged megáldkoz, megáldkozom. Ábrahám jelentőség teljes személy. Isten kiválasztotja, és Isten tudja, hogy Ábrahám megfelel annak a célnak. Tehát az ő személye, hogy így mondjam, védett személy. Aki őt megáldja, az áldást fog kapni. És aki gáncsot vet neki, és keresztbe tesz neki, nos, annak a napjai meg vannak számolva, hiszen Isten ugyanúgy el fogja gáncsolni azt az embert, aki Ábrahámnak keresztbe tesz. Ábrahám személye tehát, így fogalmaztam meg magamnak, annyira jelentős Isten tervében, hogy képes ezt mondani, aki téged megáld, az áldást fog kapni tőlem. És aki keresztbe tesz neked, számítson arra, hogy az ő élete is el fog. Hadd mondjam azt, hogy Jézus ezt így fogalmazta meg a tanítványai számára, hogy aki titeket befogad, engem fogad be. Az az ember, legyen az Ábrahám, vagy az ő leszármazottai közül bárki, akár éppen te is, kedves hallgatóm, nézőm, aki befogadod Jézus Krisztust a szívedben, ezáltal az ő hordozója leszel. És ezért, aki téged megáld, Krisztust áldja meg, és aki ellened szól, az Krisztus ellen szól. És ezt szeretném elmondani hangsúlyosan a gyülekezetekben is, testvéri kapcsolatokban is. Mekkora változás lenne, hogyha az áldást, amit kapunk, átadnánk, túlcsordulna, továbbadnánk, a másik is megtelne, és ő is továbbadná, mert bennünk a Krisztus lakozik megtérésünk óta,
És ezt a Krisztust megáldani azt jelenti, hogy áldással leszünk, és megáldatunk. És Krisztusnak keresztbe tenni, pontosabban annak az atyafinak, aki a Krisztus hordozza neki, rosszat mondani, keresztbe tenni, az nem jó. Nem mondanám ki azt, hogy átok jön rá. Kemény, ószövetségi kifejezés ez. De nem jó és nem helyes keresztbe tenni a Krisztus hordozó embernek. Még annak sem, aki nem hordozza Krisztust, de ez már egy plusz ráadás. Végül zárjuk ezt a gondolatsort a 7-3-as arányból a 7. áldással. Isten azt mondja, hogy áldás leszel, Ábrahám, a népek számára. Mert hogy Istennek van egy terve a világban. És ez a terv azon alapszik, hogy mi ugyan bűnben vagyunk, de megtisztulhatunk, megszabadulhatunk a bűntől, és innentől kezdve a bűnt legyőzött emberként áldás lehetünk a világ a népek számára. Ha egy üdvözülhet, mindenki üdvözülhet. Ez az elv igaz. És hogyha Ábrahám elnyerte az üdvösséget az ő hite által, akkor mindenki, aki hisz és hűséges az ő Istenéhez, elnyerheti az üdvösséget. Ábrahám tehát még csak előképe volt Jézus Krisztusnak, ezt nagyon jól tudjuk és érezzük. Az igazi áldás a népek számára megint csak a kiteljesedés Jézus Krisztusban jött el. Ő lett áldásá az egész világ számára. Kereszthalála megadta mindenkinek az menny felé haladás lehetőségét. Nyitott kaput kapott mindenki. A történet azzal záródik, hogy és kiment Ábrahám. Engedelmes volt. Ennyi csak. Légy engedelmes. Gyermekeinktől sem kérünk többet. És ha engedelmes, akkor minden rendben van. Az atya sem kér többet. Menj ki a te eddig megszokott életedből, bezárkózott életedből, és légy más, légy áldása a világ számára, amely körülötted van. Ezért most imádkozzunk. Ha szembesülünk az igének tükrében önmagunkkal, Urunk, nagyon-nagyon sok hiányosságot látunk. De ott van mellettünk Ábrahám, hozzánk hasonló ember, és kívánjuk, hogy azok az áldások, amelyek az övéi lettek, engedelmessége nyomán a miénk is lehessenek. Hogy tudjunk áldást mondani egymásnak, kívánni, hogy áldást nyerjen a másik is, hogy a Krisztust hordozó megkapja azt a boldog, szeretetteljes testvéri bátorítást, amivel tartozunk egymásnak. Hogy szelídségünkkel elnyerjük azt a földet, amelyet félretettél és megígértél számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell félnünk attól, hogy elveszünk, ha benned bízunk, ha neked engedelmeskedünk. Így segítsél meg bennünket, Ábrahámnak késői utódait, magvait, akik Jézus Krisztus által egészen megújult, megmásított életet élhetünk. Egy olyan boldog életet, amelynek tudjuk, hogy hol van, hol lesz a vége, hiszen megígértetett nekünk, és akik mindvégig hűségesen megállnak, akik elindulnak és követik Krisztust, az ő megváltójukat, meg is érkeznek a mások által csak vágyott mennyei hazába, ami számunkra megígért valóság lesz. Ezért hát áldunk és magasztalunk Istenünk most és mindörökké. Amen. Drága testvéreim, záradékul egy olyan éneket fogok játszani, amely valószínűleg ismeretlen a gyülekezeti sokak számára, de nem ismeretlen Füle Lajos neve, aki nem csak verseket írt, de énekeket is. Ami rövidesen felcsendül, egy olyan ének, aminek a dallamát is és szövegét is Füle Lajos írta. Azért is olvasom fel a szövegét, hogy értsük, miről szól a dallam, meg azért is, mert pontosan ide illeszkedik az imént hallottakhoz. Tégy, Uram, engem áldássá! Lelkedet úgy várom! Tedd te a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon! Tégy, Uram, engem áldássá! Életem átadom! Szent fiad vérét hincsd reám, hogy erőt ő adjon. Tégy, Uram, engem áldássá, szívemet kitárom, irgalom lelkét árazd rá, másnak is szolgáljon. Bármerre járok, ajkamon zengjen az újének, tégy, Uram, engem áldássá, oly sok a bús élet.